Jó napot kívánok, jó magam, Légrádi Szabó Gábor vagyok, ez pedig a téli sportágválasztó, ami érdekesebb talán nálam, és ez a jószág, ez micsoda, jó napot! Én is köszöntöm a kedves nézőket. Hát angolos nevén hópihe, magyaros nevén hóember. Azért vagyok, hogy a gyermekeket felvidítsam, beszélgessek velük, és mégis egy kis játékos korcsolyátásba vigyem bele őket. Ismét nagy érdeklődést tapasztalunk a téli sportágválasztón. Minden sportágnál a helyszínek telítettek, és hát nagyon örülünk annak, hogy a sportágak, főleg ugye a téli sportágak, a szabadidős sportágak ilyen hideg időben is mozgásra serkentik a látogatókat. Növeltük a területeket, hiszen most dupla jégfelületen várjuk a látogatókat, 2000 négyzetméteres jégfelületen, ahol jobban ki tudnak bontakozni a korcsolyás sportágak, tehát mind a korcsolya szakágak, mind a jégkorong, mind a jéglabda, mind a curling, jégvitorlás, versenybob, szánkó, hiszen most megnöveltük a felületeket, és a beton területet is jobban használjuk ki, több műanyag installáció van, úgyhogy minél jobban hozzáférhetnek a látogatók az egyes sportágakhoz, nagyobb kapacitással, és vannak olyan érdekes sportágak, amelyek szintén extrém sportágaknak tekinthető, tehát különleges hóeszközök vagy téli eszközök. Hazájában létezik-e hasonló rendezvény, tehát egy ilyen sportág választó, akár nyári, akár téli formában a gyerekek számára? No, we don't have, but we do have a big curling event. Nem, ilyen jellegű rendezvény nincsen, viszont van egy hatalmas nagy curling rendezvényük minden évben egyszer, amin körülbelül 2400 játékos vesz részt északról és délről. A big lake at the same time. No hát ez a jelenet sor akármelyik festőbrigád munkáját is idézhette volna, de nem. Kitalálják, milyen sportágról van szó? Ez a curling lesz. A curling most már lassan magyar sikersportág. Abszolút, vegyes páros világbajnokaink vannak, kétszeres világbajnokaink, és ezt a címet próbálják megőrizni, úgyhogy erre készülnek most már rendszeresen. Sokáig kellett önöket kapacitálni, hogy részt vegyenek a sportág választón? Nem. Ez igazából a téli az a mi életünk, de a nyáron is kint szoktuk lenni, egy picit egyszerűbb változattal, hisz nincs jég. Most nem elnöki minősítésem vagyok én, hanem apukaként. A kisfiam a KS-i szupermini szakosztályában jégkorongozik, és ők tartanak bemutatót itt a téli sportágválasztón, aminek én kifejezetten örülök, mert itt körbenéztem, már láttam bobot például, gyorskorcsolya, curling, és a többi. Tehát meg lehet ismerkedni ugye ezekkel a sportágakkal is. Nyilván ugye az időjárás az sosem kedvezett itt nálunk, nem szerettünk kijönni a meleg szobából. De én azt gondolom, hogy a téli sportágoknak is megvan a maga fantasztikus világa, és hogyha ha tehetik, akkor a szülők hozzák a gyerekeket, és próbálják ezeket a sportokat, mert tényleg nagyon szuperek. Természetesen jégre fogok lépni. Azt nem ígérem, hogy kapura is lehet lőni idén, de nagyon szívesen korcsolyázok mindenkivel, aki szeretne, vagy esetleg lövőtechnikát, bár kapus létemre van nálam azért jobb ember is, akitől lőni lehet tanulni. Minden esetre nagyon sok szeretettel várunk minden jégkorongozni vágyót a sátrunkhoz. Most szerencsére nagyobb felületet is kaptunk, mint tavaly, de mindenkinek ajánlom, hogy sétáljon körbe egy néhányszor, mert nagyon sok fantasztikus dolog van itt, ugye a kutyás szántól a vitorlázáson keresztül gyakorlatilag minden megtalálható, és nagyon jó.
Gondolom, hogy fontos állomása a téli sportok életében, hogy megjelenhetnek a sportág választó. Így van, és ráadásul olyan helyen, mint a Városligeti műjégpálya, amelyik azt gondolom, hogy a budapesti korcsia életnek, meg a jégkorong életnek is az origója. Mivel tudnak itt szerepelni? Mivel tudnak bemutatkozni a nagy közönség felé? Hát be tudjuk mutatni a kisgyerek hokit, a szuper mini hokit, amit keresztbe játszanak itt a nagy pályán már mögöttünk a gyerekek. Korcsi oktatást tudunk tartani, bemutatjuk a kabala figuránkat, eljönnek a válogatott hokisok dedikálni, és különböző egyéb játékok, korongépítő játék, amiket direkt ilyen sportág választókra találtunk ki. Nagyon jól imitálja a valódi sízést ez a pálya, vagy mennyire jól, ha kérdezhetem így? Ez egy nagyon jó lehetőség arra, hogy az ember fölkészüljön egy havas sízés előtt, hiszen ezen a műanyagon már szeptembertől áprilisig minden nap lehet síelni, időjárástól függetlenül. És az alapokat, illetve egész haladó technikáig simán lehet rajta gyakorolni, szakképzett oktatókkal, úgyhogy ezt mindenkinek ajánlom. Milyen helyzet? Mennek a gyerekek síelni rendesen? Igen, egyre többen jönnek síiskolába, rájöttek az emberek, hogy érdemes szakembertől tanulni, és egyre több ilyen helyszín nyílik, úgyhogy ennek nagyon örülünk, mert akik így felkészülnek, azok biztonságosabban és élvezhetőbben tudnak majd a havas pályákon síelni. Sífutónak sohasem fáj a torka, vagy ez csak ilyen nagymenősködés? Hát korán sem nagymenősködés. Vannak, akik ugyanúgy hajlamosak a téli betegségekre, mint minden más ember. Ez nem attól függ, hogy sífutók vagyunk vagy sem. Talán egy kicsit jobban hozzá vagyunk szokva a hideghez, de én ugyanúgy fázok, amíg nem kezdek el mozogni a hidegben, mint bárki más. Úgyhogy ez nem hiszem, hogy attól függ, hogy a sífutó mennyire bírja a hideget, vagy mennyire nem bírja. Tény, hogy alkalmazkodni kell hozzá. Ez egyértelmű. Gondolom, hogy öröm az, hogy megjelenhettek a sportág választón. Igen, ez mindig egy nagy lehetőség a téli sportoknak, hiszen a téli sportok nem annyira népszerűek Magyarországon, mint mondjuk a nyári sportok, ugye, főleg azért, mert ugye nagyon kevés a hó és nagyon kevés a pálya Magyarországon, amit lehet karba lehet tartani, úgyhogy mindig egy nagy lehetőség gyerekeknek megmutatni a mi sportunkat, hogy ne csak a tévéből, már aki ismeri egyáltalán a tévéből lássak, hanem itt személyesen ki tudják próbálni, hogy mi is az a síléc a lábunkon, mi is az a bot. A Rióban a nagy sportágválasztón is, miként azt láthatják, itt is rendkívül népszerű az akció, mely egyébként folytatódik majd 2016-ban is. Minél többen jelentkezzenek, hiszen a fődíj az, hogy a nyertes majd elutazhat Rióba a nyári olimpiai játékok színhelyére. Gondolom, hogy a gyerekeket nem nagyon kell győzködni, mert állatot látnak, kutyát látnak, kis kocsit utána jönnek és mennének. Abszolút, a sorban állás van, mondhatom. Tavalyi idényben már tapasztaltuk, hogy nagy érdeklődés van, és nem csak a gyerekek, hanem bizony még a szülők körébe is. Azt nem mondja, hogy Pesten is csinálják ezt. Mi konkrétan budapestiek vagyunk, úgyhogy igen. Hol edzenek a Városligetben? Hát például ott is lehet, de igazából mi jobban szeretjük az olyan helyeket, ahol kicsit így nyugalmasabb helyek vannak, ilyen például Domonyvölgy, Gödöllői dombságok, vagy Gyömrő például az erdőbe, ahol ott egy kicsit úgy el vagyunk az emberektől és a kutyáktól szeparálva.
Magyar Olimpiai Bizottság most már több év óta kiemelten támogatja a nagy sportág választó rendezvény sorozatot, és mindig aktívan részt is vesz a rendezvényen, és az általunk bizonyított számok, tehát hogy mindig nagy létszámmal tudtuk a sportág választó rendezvényeket megszervezni. Ez a szakmai tapasztalat elindított egy olyan úton minket, hogy most a Magyar Olimpiai Bizottság nagy megtiszteltetésünkre minket bízott meg az öt próba Rióba esemény sorozat szervezésével, és így december 13-án mi nem megyünk el karácsonyozni, hanem újra szervezésbe csapunk, és december 31-én az első budapesti öt próba Rióba kiemelt eseményén várunk sok szeretettel mindenkit, aki egyrészt már az évet úgy szeretné zárni, hogy sportra váltott, és mozgással szeretné kezdeni az óév utolsó napját. Jöjjön el a Margit szigetre december 31-én, hiszen futásban, kerékpározásban, gyaloglásban vagy úszásban tud öt próbázni. A december 31-én ugye öt próba Rióba, Margit szigeten, és a 2016-ban pedig ismét a nagy sportág választó rendezvények tavasszal, nyáron, ősszel, télen. A rendezvénynek a honlapján, a www.sportagválasztó.hu honlapon meg lehet találni már az új időpontokat, úgyhogy sportágválasztásra biztatunk mindenkit.